Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Hétköznapok. Milyen nehéz előre látni őket. Lehetne szomorúak és örömtelik, szépek és csúnyák. Borúsak és néha veszélyesek. Változatos játékot folytatnak velünk. Pályázatunk feladata volt meggyőzni a fotóművészettel foglalkozókat, hogy értékeny és alkotó szemmel figyeljék a bennünket körülvevő világot és életet. Hogy a képes laposabb gonoszságától eltérően próbálják bemutatni mindazt, ami környezetünkben figyelemre méltó és meglepő, ami gazdagabbá tehet másokat. Ez a rövid idézet az, mely mottójává vált pályázatunknak. Tisztelt vendégeink! Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Önöket a Hétköznapok fotópályázat alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitóján itt, a Bolt vármegye házán, a Károly kastélyban. Engedjék meg, hogy először is bemutassam Önöknek a vonós négyes tagjait, akik már eddig is elkápráztattak bennünket csodálatosabbnál csodálatosabb zenékkel. Első hegedű, Szonyog Gabriella. Második hegedű, Komáromi Krisztina. Darinka és Brácsa, Andor Csilla. Cselló, Orbákné Dányi Katalin. Szentesről, a szomszédos kisvárosból érkeztek hozzánk, és még hallani fogják őket a mai délután folyamán. Nagyon vártuk már ezt a pillanatot, amikor Önökkel együtt valóban átadhatjuk magunknak a művészetben rejlő örömöknek. Készültünk is nagyon a mai napra, akik elsőnek érkezték, láthatták még az utolsó mozdulatokat itt a kastély épületében. Szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik a megvalósításban közreműködtek. Szeretném megkérni Vég Petit, hogy jöjjön ide mellém, legyen szíves, és Forger Zolit. Igen. Mert őt szeretném tőletek segítséget kérni. Akik az ötlet gazdák és kétkezi munkájukkal és kreativitásukkal részt vettek a létrehozásban és megvalósításban, Zvigniew Juszczák és felesége Szűcs Ilona. Kérem, hogy fogadjátok el az önkormányzat ajándékát. Az ajándékot átadja a Szent Sándorné polgármester asszony. A világot pedig Bogyár Zoltán Zsilita. Köszönöm, köszönöm. Aki a pályázat meghirdetésében, a Szevvár honlap elkészítésében jeleskedett, partner volt és a katalógust és a naptárt is készítette, Bogyár Zoltán. Felkérem, hogy a polgármester asszony. Van Zolinak és milyen nincs, ezért a választást önre bízunk, de kérjük, hogy úgy jegyezze meg, amit ezen vásárol, hogy emlékezzen rá, hogy ez ebből az alkalomból számozik a stöldünk. Köszönöm, köszönöm. Akik a megvalósításban a legnagyobb szerepet vállalták, Kovács Kálmán és családja, kérjük szépen valakit a családból, hogy fáradjon ide. Pedig a megjelenítésben közreműködtek, Nagy Sándorné vezetésével az Egyesített Közművelődési Intézmény munkatársai, barátai és hozzátartozói. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Most pedig szeretettel adom át a szót polgármesterünknek, Szerzi Sándornénak, hogy köszöntéjét mondja el. Tisztelettel és meleg szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Boldog vagyok, hogy ennyien elfogadták mai délutánra ez szép alkalomra szóló meghívásunkat.
Meglepődtem, amikor az előbb fölnéztem, mert egy pár percet beszélgettem a székszomszédaimmal, és azt láttam, hogy hirtelen ennyibe háromszorosára nőtt az érdeklődők serege, és ez igazán nagy öröm számomra. Én csak köszöntőt mondok, mert kértem, hogy a megnyitót, a szakmai megnyitót olyan ember mondja, aki tudja is, hogy mit beszél. Általában én is tudom, csak a fotótémában nem vagyok annyira járatos. Ildikó említette, hogy ez a hely a valamikori vármegye háza, mondta, hogy a Károly kastély. Mivel igen sok ismeretlen, illetve kevésbé ismert arcot látok, ezért három mondatot szólnék erről a történelmi múltban, történelmi értékekben nagyon gazdag helyről, ahol most ennyien összegyűltünk. Itt több ezer évvel ezelőtt nőtelepődött már az ember, nem fogok visszamenni és nem kezdem el sorolni a 6000 évvel ezelőtt itt élő erdő életét. Annyit viszont elmondok, hogy a 14. században és a 15. században itt egy rendkívül impozáns, gazdag, csodálatos udvarház állt, nem pontosan ezen a helyen, ahol most vagyunk, hanem ettől egy kicsit nyugat felé a Kurca partján. Dóczi János udvarháza, aki Szapolya János kincstárnoka volt az 1500-as évek elején. Később a kastély is elpusztult és tönkrement, és hát a törökök elnéptelenítették ezt a vidéket, de a 18. századtól kezdve újra nagyon élénk élet költözött ide. Károlyi Sándor épített itt a Dóczi udvarház helyén egy nagyon erőteljes, bástyaszerű épületöt, kastélyt magának, és ezt vásárolta meg Csongrád vármegye közgyűlése, azzal a szándékkal, hogy ebből majd egy vármegyeházával alakítják át. Végül ezt az épületet elbontották, egy vadonatúj épületet állítottak a helyére, ezt, amiben most vagyunk, és ebben az épületben 1773-tól 1884-ig működött a vármegye közgyűlése. Tehát igen, nevezetes helyen vagyunk, ezt szerettem volna elmondani. Sajnos a mostani belső állapota az sok kívánivalót vagy maga után, de úgy gondoltuk, hogy egy ilyen rangos eseményt, mint aminek ma itt tanulni lehetünk, a település legszebb épületében illik elhelyezni, és úgy gondolom, hogy igazán szép fotókkal díszítettük föl ezt a szép régi épületet, aminek nagyon remélem, hogy jön még aranykora. A mai napon ennek az évszázadnak a harmadik szegvári fotókiállítás megnyitóján vagyunk együtt. Az elsőt 3 évvel ezelőtt Zbigniew Gruszczák úr, a Lodzi Egyetem tanára, fotoművész, nepáli, csodálatos fotóiból állította ki a fotóit, tulajdonképpen ez nem itt, hanem a Művelődési Háznak a kiállító termében, és annak a kiállításnak a fantasztikus sikeréből származik tulajdonképpen az az ötlet, hogy talán időnként érdemes valamilyen témában egy ilyen fotókiállítás sorozatot hagyományát törni Szegváron. 2 évvel ezelőtt a szintén Zbigniew Gruszczák úr kezdeményezésére rendeztük meg a Szegvár témájú fantasztikusan szép fotókiállítást, aminek a szervezésében Polgár Zoltán fiatal fotóművész palántánk már jelentős részt vállalt, és annak a folytatása ez a mai kiállítás, aminek, mint Ildikó már említette, hétköznapok a témája. Majd a mögnyitóban, illetve igen, a mögnyitóban hallani fogunk róla, hogy hány helyről jött és milyen óriási anyagból megnyitott tulajdonképpen a kiállítás szervező csoportja, tehát hány helyről jöttek ezek a fotók. Én ennek a két szívvel élőkkel a kiállításért dolgozó embernek külön szeretnék köszönetet mondani, tehát amikor átadtam a két kis apró ajándékot, akkor nem hallották önök, de mind a kettőknek szívből köszönöm, és nagyon remélem, hogy ez egy hagyomány, harmadik kiállítása, amit majd követ a negyedik, a tizedik, aztán aki mögé esetleg az 50. Kérem, hogy érezzük jól együtt ma itt magunkat, és nagyon köszönöm, hogy eljöttek, szívből köszöntöm még egyszer valamennyi mögjelentet. Köszönöm.
nagyon szépen. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném felkérni Zbigniew Gluszczakot, a zsűri elnökét, hogy szóljon néhány szót az elvegyültekhez. Jó napot kívánok! Nagyon nehéz feladat lesz azért, hogy én beszélek magyarul, ahogy beszélek. Szoktam beszélni magyarul, mikor csak magyar, mikor Magyarországon vagyok. Szoktam lenni Magyarországon karácsonykor, húsvétkor. Azért nem mindig így megy, ahogy kell. Pályázatról egy pár szót, majdnem 900 kip érkezett, 98% kip Magyarországról, plusz egy pár politik volt Lengyelországból, Franciaországból, Szerbia is, na hogy van most, Montenegro magyarul, meg Romániában is egy politik Franciaországból. Tudtunk kiállítani csak 120 kép. Ennyi hely volt. Akkor az jelent, hogy egy helyre 8 kép. Nagyon nagy verseny volt, zsűri, 5 tagú zsűri. Hát dolgozott, 2-kor kezdtünk, én fejeztem 12 óra este. Keményen dolgoztunk, meleg volt, vitatkoztunk. Hát mit vállaltunk? Maguk meglátják. A falon vannak képek. Ennyi volt kiállításról. Meg egy mondat. Legjobb képek egész Magyarországról, nem csak itt most vannak Szegváron. Nagy dolog, hogy az a kiállítás itt Szegváron van, nem Pesten, nem Varsóban, nem Lodzban, nem Szegeden, csak itt Szegváron. Boldog vagyok, hogy itt tudtunk kezesen megcsinálni, hogy az a gyönyörű kiállítás itt Szegváron lesz, Palotában, az is sikerült. Itt falu közepén van egy gyönyörű szép epilet. Láttad? Gyönyörű szép. Kerítés nem olyan szép. Bent már nem illet. Nem olyan szép. Megpróbáltunk most, mikor kiállítás van, mindent csinálni, hogy tekületes legyen. És remélem, hogy az a kiállítás, az, ahogy polgármesterünk mondta, hogy az első lépés, hogy itt illet visszajön, jól mondtam? Érteni lehet. Jó, és másik, az muszáj megmondani, bocsánat, hogy ilyen sokáig tart, dolgoztunk, keményen dolgoztunk. És elsősorban akarok mondani, hogy köszönöm Piroskának, polgármesterünknek. Találkoztunk december 24-en, vigília. Lengyeleknek nagyon nagy ünnep, és 9-kor hivatalban született az a döntés, hogy csinálunk fotópályázat. Köszönöm. Igen. Lengyelek háromszor csokoloznak, az a probléma. Azt gondolom, hogy az abszolút természetes, hogy én december 21-én 9 órakor a hivatalban voltam, az nem volt természetes, hogy Zibek is ott volt, úgyhogy a köszönet őt illeti, de a világnak örülök, köszönöm szépen. Másik ember, aki sokat segített, Gyeri Lajos, Mapos elnöke, most mai napon itt van velünk, tapsoljunk. Köszönöm szépen! Sokat segített nekünk. Köszönöm! És meg egy fiatal ember, Pulke Zoli. Gyere, barátom! Örülök,
Csak ilyen ember tudtam itt dolgozni. Zoli, köszönöm! Így meg sok ember van, ami itt, palotában, ilyen nappal dolgozott. 3 vagy 4 nap. Reggel 9-kor kezdtünk, fejeztünk, nem tudom, már sütik volt. Rozi, gyere! Kovács Kálmán, hol van? Szegvárinak vagyok, nem szoktam mondani, hol van, csak hol van. Húsi tese Gárdi Kovács Kálmán. Ildi, valamikor, 3-kor, azt már lehet mondani, hogy reggel, leveleztünk. Én Lodzban így volt, Kultúrban. Köszönöm! Nagyszerű munka! Virág királyna! Gyere! Az is! Köszönöm! És a zsűri
Zoltán, akinek pedig most két buzit szeretnék adni. Kicsit tippelek jobbra és balra, mert most úgy beszéltünk meg, hogy elhangzik a kiállítás megnyitója. Felkérem Győri Lajos urat, aki a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének elnöke, tartsa meg megnyitóját. Kedves hölgyeim és uraim, tisztelt alkotók! Köszöntöm Önöket, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége és a Magyar Művelődési Intézet nevében ezen a kiállításon, a Hétköznapok című tárlaton. A hazai fotókiállítások többségét olyan városokban, olyan szakmai szervezetek rendezik meg, amelyeknek már nagy tapasztalata van ebben. Időről időre visszatérnek hozzájuk a fotográfusok, mert jól ismerik a magyar fotópályázatok ciklikusságát. Ezek a tárlatok alkotják a magyar fotókultúra gerincét, a fotográfiai események többségét. A meglevő és a visszatérő rendezvényekhez képest a gyarapodás azonban éppen az ilyen és ehhez hasonló tárlatok jelentik. Amikor születik egy jó ötlet, az ötlet megvalósításához áldozatkész, közhasznú tevékenységet végző önkéntesek csatlakoznak, aztán híre megy a kezdeményezésnek és az új bemutatkozási alkalomnak különféle informális csatornákon, az alkotók kedvet kapnak hozzá, felkészülnek a tárlatra, ők is áldozatokat vállalnak, és így szépen lassan, ám tervszerűen létrejön egy nagyszerű kiállítás. Egy olyan, amelynek még nincs hagyománya, de lehet. Ez a kiállítás egy újabb bizonyítéka annak, hogy a fényképezés sokkal több, mint a valósághű megörökítése, sokkal több, mint saját életünk vizuális naplójának rögzítője. És ezt a töbletet mindig az alkotók által hozzáadott értékből hozzák létre. Akik tudják, hogy milyen örömet jelent létrehozni valamit, ami korábban nem létezett. És azt is tudják, hogy ez az öröm tovább fokozható, hatványozható, ha megajándékoznak másokat is egy vizuális élménnyel, egy láthatóvá tett képi gondolattal. Minden bizonnyal ez ösztönzi őket arra, hogy újabb és újabb alkotásokat hozzanak létre, amelyeket nem rejtenek el lakásuk négy fala között. Éppen ellenkezőleg, már a kép megszületésének pillanatában tudják, hogy miként hozzák nyilvánosságra azokat. Ez a tudatos fényképezés jele, amikor a műveket nem a véletlen, nem az ösztönösség szüli, hanem a fotográfus irányított akarata. Fel akar készülni egy feladatra, egy pályázatra, szeretne azon sikeresen bemutatkozni, és ennek érdekében történik mindaz, amit alkotásnak hívunk. De alkotó munkának nevezhetjük azt is, amivel egy kiállítást építünk fel. Ez egy teljes logisztikai folyamat végeredménye. A rendezők által hozzáadott érték ugyanolyan fontos, mint a kiállított mű. Ha ez nem létezne, akkor a képek otthon gyűlnének, és magánügyek maradnának. Senki sem tudna róluk, nem érnék el azt a kommunikációs vagy esztétikai élményhatást, mint ami miatt megszülettek. A kiállítás rendezők által hozzáadott érték a pályázat meghirdetésében, a beérkezett művek válogatásában, az elfogadott fotók adjusztálásában, a kiállítás megrendezésében, és végül az alkotók és a művészet szerető közönség találkozójának megszervezésében, és még számos utómunkálatban testesül meg. Mivel ez egy összetett és szerteágazó feladatsor, viszonylag kevesen vállalkoznak rá, korábbi tapasztalat hiányában, hogy ilyen tárlatot rendezzen. De így Szegváron, ennek volt gazdája, Purger Zoltán úr, és a hozzá csatlakozott, az elég hallott, milyen sok önkéntes segítő,
aki működésbe tudta hozni a mechanizmus, és életet lehet egy ötletbe, egy javaslatba, hogy jöjjön létre ez a kiállítás. Köszönet érte. Mint ahogyan szeretném megköszönni az önkormányzatnak is, hogy pártolták az elképzelést, és lehetőségeik szerint közreműködtek a megvalósításban. Mint láthatják, nem egy település lélek száma, nem annak földrajzi elhelyezkedése dönti el, hogy tudnak-e országos jelentőségű kulturális programot kínálni a helybélieknek. Kizárólag a szándékon és a szívükön múlik, hogy mindenki szeretettel gondoljon majd vissza erre a rendezvényre. Hogy emlékezzen Szegvárra, erre a szépen felépített tárlatra, vagy az itt élők vendégszeretetére, és azokra a fotókra, amelyek majd éppen a mai napon készülnek itt a településen. Higgyék el, néhány óra alatt valószínűleg többet fognak itt exponálni, mint talán egész évben. Ez az esemény egy egész folyamatot generál, amely mindenki hasznára kamatoztatható. És nem ér véget ennek a kiállításnak a megnyitó ünnepségével, nem ér véget a kiállítás bezárásával, vagy a fotók visszaküldésével. Ettől kezdve önök bekerülhettek egy olyan szakmai közegbe, amely újabb és újabb kiállításokat szülhet. Mert már ismerik önöket, mert már megtapasztalhatták a fotográfusok, hogy önök fel tudnak építeni egy kiváló tárlatot. Szervezhetnek fotótréningeket, nyári alkotótáborokat, de létrehozhatnak saját alkotócsoportot is. Mert mint hallom, Szegváron jó néhányan fényképeznek, és nem csak a saját albumunk számára. Kedves hölgyeim és uraim, az ilyen és ehhez hasonló közös együttléteket mindig felhasználom arra, hogy a Magyar Fotoművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége, annak 112 autonóm tagszervezete és több mint 2000 alkotó fotográfusa nevében elmondja önöknek. A fotokulturális nemzeti örökségünk azért tekinthető olyan gazdagnak, mint amilyen, mert az elmúlt másfél évszázadban sokan, nagyon sokan gyarapították azt. Csak 1957 és 89 között igyekezett egy szűk érdekcsoport azt bizonyítani, hogy hazánkban fotoművészeti alkotásokat kizárólag ők hivatottak létrehozni, és másnak joga sincs ehhez. Ennek intézményesítésére hozták létre a lektorátust, az adminisztratív döntéshozó szervezetet. De ez mára már csak mosolyra fakasztó történet, mert mindenki tudja, tudhatja, maradandó műalkotás létrehozása életkortól, lakóhelytől, foglalkozástól és szakmai szervezeti tagságtól teljesen független. Állampolgári jog és lehetőség, amellyel kiki tehetsége és érdeklődése szerint élhet. Így itt és most önök a kortárs fotoművészet keresztmetszetét láthatják, hála az ország minden részében élő és alkotó fotográfusoknak, akik néhány napra, hétre kölcsönözték önöknek ezeket a műveket. Ha ezt a kiállítást önök hagyományteremtő szándékkal rendezték, és már hallottam, hogy igen, akkor reménykedem abban, hogy egyre többen fogadják majd el az önök meghívását erre a tárlatra. És örülni fogok annak, ha egyre több szegvári alkotó nevét is olvashatom majd a kép aláírások között. Kérem, tekintsék megnyitottnak a tárlatot, de mielőtt átadják magukat a műélvezetnek, ünnepeljük együtt a díjazott alkotóknak, alkotókat, akiknek a rendezők szeretnék átadni az ajándékokat. Köszönöm a figyelmet! Thank you.
Köszönöm szépen. Elérkezett az a nagyszerű pillanat, amikor átadhatjuk azokat a díjakat, melyeket felajánlásként az alábbi cégek, magánemberek ajánlottak fel. Szeretném felkérni először is Szenti Sándorné polgármesterasszonyt, hogy adja át az első külön díjat. És kérem szépen, hogy fáradjon ide hozzá Magyar Mária alkotó. Gratulálok! Alkotócsoportok Országos Szövetsége felajánlásában Győri Lajos kérem meg, hogy adja át a külön díjat Mergyás Georgénak. Gratulálok! A következő külön díj átadására Borgyár Zoltán kérem meg, aki most Martók Ferenc külön díját adja át, Martók Ferenc fotográfus, mint Szenti Lakos. Lőkös Zoltán kérem szépen, hogy fáradjon közelebb. És gratulálok! Igen, sajnos nem tudok most eljönni, de holnap megnéz a kiállítást. Köszönöm szépen, és gratulálok! Minden pusztában szeretném megkérni arra, hogy adja át a Jövőkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény két külön díját. Az egyik Dr. Kocsis István. Gratulálok! Gratulálok! Gyönyörű munka. Kemény verseny volt. Kemény verseny volt, mondta Zsibert, és ez mindig az. A következő alkotó, aki külön díjat kap, szintén a Jövőkert Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, Szita László. A kisfotó külön díját Kurgyák Zoltán adja át, a díjazott pedig Mazumel László. Azzal, hogy beadta alkotásait. A zsűri egy külön díjat választott ki a szegvári alkotók közül, azok közül az alkotók közül, akiknek bekerült a 120 fotó közé alkotása. A külön díjat az Egyesített Közművelés Intézmény nevében Nagy Sándorné adja át, Magyar Antalnak. És akkor folytatjuk az izgalmas pillanatok, következik az első három helyzet, visszafelé indulok innen is. A harmadik helyezett díját a Bíres Munkavédelmi Kft. Tulajdonosa, Bíres András ajánlotta fel, egy 10.000 forintos ajándék utalvány, kérem Bíres András, hogy fáradjon közelebb. A harmadik díjat pedig Bakos Veronika kapja. Gratulálom!
valaki azt mondta a telefonban, hogy te már egyébként oly közel van, de most mégis messze. Majd átadjuk neki az ajándékot, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek, András. Köszönjük helyet. Átadjuk. A második helyezett diák 20 000 forintos vásárlási kamány. A Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzulja Tadeusz Tocsor nevében a konzul munkatársa Szűcs Ilona adján. A második helyezett pedig Veres Sándor. Gratulálom! A tiszteletbeli konzul életben velünk van Tolmács Ronzilike volt az alkotónak. Az alkotó az ajándékutalványok mellé kapnak egy-egy ajándékpakettet is. Majd a első helyzetét meg is fogjuk mutatni a kedves jelenlévőknek. Az első helyzet diák a szerbális vidéke Tatari Szövetkezet ajánlotta fel. A díjat átadja Kovács Gabriella a Tatari Szövetkezet munkatársa. És az első helyezett pedig Miklós Pálné. Ő sem szól sajnos ezek szerint eljönni, távoli éven is gratulálunk neki. Szeretnék körbenézni. És megkérdezni mindenkire ránézve, hogy valamit kell, még elmondja. A plakettet nem mutatom, hogy megígértem, vagyis én majd Gabit megkérem, hogy mutassa meg. A sorban, hogy támogatóink felsorolását ott a büfén mögött a plakáton láthatják. Kérem szépen, hogy olvasgassák el, kint támogatták a kiállítás létrejöttét. A következő kérésem pedig az, hogy aki még nem regisztrált, az legyen szíves fáradjon majd ide az asztal mögé, és vegye át a kiadványokat, illetve nevét jegyezze be a listánkra. És hogy miért nagyon fontos, hogy az esztétikai élmények mellett szeretnénk szolgálni néhány speciális szegvári készítménnyel, a büfé asztalnál várják önöket a felszolgálóink. Igen. Még mindig van mondani való, vendégkönyvet nyitottunk. Kérjük be, hogy írják bele gondolataikat, véleményüket, hiszen ilyen nagy rendezvényt először szervezünk ezen a helyen, illetve ebben az összeállításban is a szervezők először vállalták fel ezt a feladatot. De nem jött volna létre önök nélkül, és ezért azt gondolom, hogy mindenkinek egy hatalmas nagy tapsot. A kiállítás megtekinthető 26-áig, naponta 10 és 18 óra között. Kérem majd a szegvári alkotóinkat, hogy majd környékezzenek meg engem. Mert itt lesznek azok, akik természetesen házigazdaként a tálatot majd bemutatják az érdeklődő vendégeknek. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és kérem, hogy polgármester asszonyunk és a zsűri elnöke, valamint Győri Lajos a MAKOS elnöke, együttesen vágják át a kiállítás bejáratát jelképező szalagot. Az orló itt van Berokkánál az asztalon. Kérem szépen, hogy itt hármasban közelítsék meg az ajtót, és kérem a vendégeket, hogy érezzék jól magukat nálunk. Bocsánat, Jóska előre szegezett orlóval. Ide, kérem azt mondjam. Erre? Erről kezdődik a tárgyat. Egy jó volt az egyik.